Az Il Gazzettino olasz napilap március 31-i lapszámának egyik cikke idézte Sesták Oszkárt. A vármegyei közgyűlés elnöke egy írt tagállami törvény kapcsán szólalt meg, amely arról szól, hogy a jövőben kötelező egészségügyi figyelmeztetéseket tartalmazó címkéket elhelyezni a szeszes italokon. Sesták Oszkár 35 perc című műsorunkban arról beszélt, az írt törvény érvényesítése sérti az Európai Unió egységes belső piacát. Hasonló a logikája, mint ami alapján egyébként Magyarországot támadják a gyermekvédelmi törvény miatt. Tehát ez a belső piaci logika, itt ez a televíziós műsorokban tiltjuk a olyan tartalmaknak a sugárzását, ami más országokban megengedett, akkor ez sérti a belső piacot. És egy Írország ezt önkényesen bevezeti egész Európára kiterjedő szabályozás nélkül, akkor ez ugyancsak sérti a belső piacot. És a déli országoknak ez is volt egyébként a felszólásának az oka, a kulturált borfogyasztás védelme mellett, hogy ez ugyancsak belső piaci szabályokat sért. A közgyűlés elnöke úgy véli, abban nincs vita, hogy a túlzott alkoholfogyasztás ellen egységesen fel kell lépni, a bor mértékletes fogyasztása azonban része egy ország étkezési kultúrájának. Mediterrán országok szólaltak fel elsősorban ez ellen, én vagyok talán az egyedüli kivétel, de hát mi ennek a határán vagyunk, a mediterrán világnak és a északi világnak határán vagyunk, mi vagyunk tradicionálisan, hagyományosan bortermelő vidék Észak-Európa felé haladva, és ugyancsak ez nekünk is fontos lehet nyilván a bortermelőink érdekében, hogy ha már az alkoholfogyasztásról beszélünk, akkor inkább a bort erősítsük a kultúra részeként, és a kultúrát alkoholfogyasztás részeként a bor szerepét erősítsük az étkezési kultúra részeként is. Sesták Oszkár hozzátette, a jövőben is azt fogja képviselni, hogy ha tájékoztató címkék kerülnek az alkoholos italokra, akkor például a vörösborok üvegein annak pozitív egészségügyi hatásait is fel kell tüntetni. Azt gondolom, és ezt mondtam el a vitában, hogyha ez valóban a fogyasztók tájékoztatása a célja ennek a közleménynek, vagy ennek a feliratozásnak, ennek az etiketnek, akkor azt is rá kell írni ezzel a logikával, hogy egyébként a bornak milyen jó hatásai vannak, antioxidáns tartalma miatt, ez felmérések, kutatások is igazolják, hogy kismértékben segíti az életet is, sőt, meghosszabbítja az életet. Vannak ilyen felmérések olasz szigeteken, vagy görög szigeteken, Olaszországban, hogy a vörösbort, főleg vörösbort fogyasztanak mértékletesen, ott hosszabb ideig élnek az emberek. Az ügyről május 23-ától tárgyalnak majd Brüsszelben plenáris ülésen. A vármegyei közgyűlés elnöke azt várja, hasonlóan a magyar gyermekvédelmi törvényhez ez az ügy is az Európai Bírósághoz kerül majd.